Két ellentétes félidő után a másodikban nagyon nyomott már a zöldmezes Paksi 2 vendégcsapat a labdarúgó NB3 34. fordulójának megyei rangadóján, a szekszárdi UFC Paks 2 találkozón. De olybá tűnt, hogy még az első félidőn megszerzett Péter Antal góllal otthon tudja tartani a számára nagyon fontos 3 pontot az UFC. De nem bírta ki a nyomást az utóbbi hetekben pont erős szekszárdi csapat. Történt, hogy a 3 NB1-ből visszajátszók egyike, Ádám Martin, az élvonalbeli Paksi együttes alapembere, lefordult a védőjéről a bal összekötő helyén, és beadásából fekete, szerencsésnek is mondható fejes góllal egyenlített. 8 perc volt még vissza, így a bentmaradásért még Ádász küzdelmet folytató szekszárdiak szomorúan vonultak le a pályáról, mert bizony nagyon kellett volna ez a 3 pont, hogy egy kicsit megnyugodjanak és ideiglenesen fellépjenek a már biztos bentmaradó 14. helyre. A játékukban a győzelem benne volt. A játékunkkal elégedett vagyok, mert igazi gólhelyzeteket csak mi dolgoztunk ki, és saját magunkat vertük meg azzal, hogy nem tudtunk még egy lehetőséget berúgni a helyzeteinkből. Egy kimondottan erősen felálló Paks ellen, aki ugye több NB1-es játékost is visszahozott erre a mérkőzésre. De a fiúk megmutatták az erejüket, hogy ők is tudnak úgy futballozni, mint a magasabb osztályból visszajövő játékosok, és mindenképpen a kalappal előttük, hogy ilyen magas szinten tudtak teljesíteni, és egy kevés hiányzott ahhoz, hogy be tudjuk húzni ezt a mérkőzést. Az UFC-ben többen is jól teljesítettek. Ezek egyike volt Horog Ádám, aki az eddigi tavaszi meccseken több fontos pontokat érő gólt szerzett, és most is ő adta a gólpaszt a csatártárs Péter Antalnak. Bosszankodott amiatt az akadémián is megfordult játékos, hogy az egyetlen komoly helyzetéből ezúttal nem tudott gólt lőni. Most már utólag egybe el kellett volna lőni, lehet még gól rossz félből a kapus bármi lehet, de hát többet eszem követem el. A csatár a Fradi 2-nek is betalált, az is pontot ért. Egyébként nehezen tud rangsorolni a tavaszi Horog gólok között. Most mondhatnám a Fradit is, igaz, csak 1 pontot ért, a többi viszont 3-at. Hát így nehéz dönteni, de akkor inkább a 3 pontosak. Ebből a fajtából, mármint a 3 pontosból, bárki rúgja is, még nagy szüksége van a szekszárdi UFC-nek. A 20 csapatos mezőnyből 5 ugyanis egyenes ágon kiesik az NB3 középcsoportjában. A Majos már elbúcsúzott, az UFC-nek a hátralévő 4 fordulóban a megszerezhető 12 pont több mint felére szüksége lesz ahhoz, hogy biztosan felérjen a 16. helyről a biztos bentmaradással egyenértékű 14. helyre a 20 csapatos mezőnyben.